számomra azért hozzáteszem nagyon megdöbbentő, hogy látom nagy adásút a peresi képviselők is ilyen állásmódot foglalnak elő. A műveletű területén nyilvánítása a Kossuth térnek jogszerű volt, és tulajdonképpen a Lád utcai feloszlatás is jogszerű volt, figyelme arra, hogy a tömeg békétlenné vált. Most ezek olyan evidenciák, amiket már jogerős ítéletek sora pontosan megcáfolt, és ugye itt időközben történt ugye azért egy változás, ha úgy tetszik, rendszerváltozás, ez meg is jelent konkrét normákban, a 33.2010-es országgyűlési határozatban öltött testet, amely arra irányult, hogy a 2006 őszén tömeges rendőri erőszak áldozata vált embereknek az országgyűlés úgy rendelkezett, hogy jóvátételt kell adni. Ennek érdekében kormányhatározat is született, és kaptak, közel 200 ember jóvátételt kapott. 2006. október 23-án 2:35 perckor, hajnali 2:35 perckor azzal az indokolással rendeli el a Kossuth tér lezárását, hogy a nap során kialakult erőszakos események miatt meg kell védeni a delegáció biztonságát. Tehát egy ilyen álláspontot védelmezett a rendőrség, és ilyen álláspont mellett mondja azt, hogy hozzáteszem, most már csak a rendőrség védi, hanem az elsőfokú bíróság. Tehát rosszabb a helyzet, és ezért van felelősséges feladata a tisztelt eljáró tanácsnak, hogy felülmérlegelje ezt a megalapított tényállást bizonyos elemeiben, illetve a helyes jogi következtetésekre jusson. Felperes, perbe vitt követelése, az nem szól másról, nincs amúgy ő tagja volt ennek a tömegnek. Nem lógott ki, nem volt kirívó az ő magatartása, de magyar emberként jelen volt itt a tömegben, szeretett volna Kossuth téren fejet hajtani az öntartós hősök előtt, és megdöbbenve észlelte társaival együtt, hogy a rendőrség ahelyett, hogy biztosította volna ennek az állami rendezvénynek a békés lefolyását, ehhez képest lezárja a Nádor utca Kossuth tér bejáratát, és tulajdonképpen mindenki megdöbbenése oszlatásba kezd. Fenyegető módon, félelmetkeltő módon, erőszakot alkalmazva, konkrétan felperessel szemben és durva lövdösödés formájában, akármi mondhatnánk azt is, ugye nyilván sokan mondják is, hogy örüljön, hogy ennyiben megúszta, mert mint amíg kísérlették volna a szemét, hát tulajdonképpen szerencsétnek mondható, valóban megúszta lövdöséssel, megúszta egy nagyon megalázó egy órás körbezárással, de ennek egy jogrendben, egy jogállami körülmény rendszerben jogkövetkezménye járó tevékenységnek kell lennie. Tehát az a rendőrség nem úszhatja meg, nem járhat következmények nélkül az, hogy valakit személyes szabadságától közel egy óráig megfoszt, lögdösi, és lényegében megakadályozza, hogy egy állami ügynökségen részt vegyen, tehát ezáltal emberi méltóságában is sérti, személyes szabadságában sérti az egy órás körbezárással, és pedig, mivel egy spontán tüntetés részesévé vált, ez egy ügyetkezés jogának gyakorlásával is korlátozta, ezért alapoztuk erre keresetünket, erre a három alapvető személyes fűződő jog megsértésére, és ezért egy hihetetlenül téves elsőfokú ítélet áll előttünk, amelynek tulajdonképpen egyetlen egy vezető szempontja van, hogyan lehet bebizonyítani azt ebben az ügyben, hogy a rendőrséget semmilyen felelősség nem terheli. Jogalkotás terén is már a jogalkotás is kifejezőította azt, hogy ezek a rendőri jogsértések voltak, hozzászerűen országgyűlési jelentések is ugye elfogadást nyertek ilyen téren, Balsai miniszterelnök kibiztos úr jelentése és elfogadást nyertem, ezeket mind levezeti, bebizonyítja, sőt terrorcselekmény, esetleges alapot gyanújára is utal. Lényeg az, hogy itt ebben a körben... A felszólalás azt hiszem most már ismétli önmagát, és megkérdeznénk, hogy az... Igen, mi befejezném a szabad, jó, mert úgy gondolom, hogy Kismária ügyében. Tehát Kismária ügyében, tehát azért releváns ez, mert úgy gondolom, hogy elbírálást kell nyerjen az is, hogy még egyszer jelzem, már jogalkotási téren is megbélyegzésre kerül az a rendőrterror időszak, amelyet hál' Istennek már elhagytunk, túlhaladtunk, de úgy tűnik még itt van köztünk, hiszen jelenlegi rendőrszervi álláspontot vállalják fel ezekkel az intézkedésekkel a jogfogatlanságot, aminek véget kell vetni, és a Fővárosi Bíróság sajnos beleesett ebbe a csapdába, fölmérték ezzel az ítéletével, és ezért kell teljes kérdően megváltoztatni, és ezért állapodom szerint a helyes döntés az, ha keresetének helytalában tisztelt tábla kötelezi a kártértésre, jogsértés megalapítást alapít meg, és elégtételadásra is kötelezi rendőrszervet. Az, hogy
van egy felügyeleti ítélet, ami megerősít egy fővárosi bíróság ítéletet arról, hogy 2006. október 23-án a NATO utcában délőtt jogellenes volt a rendőrség felosztatási, tüntetés felosztatási tevékenysége, az egy megalapított reszjudikát, egy mindenkire érvényes ítélt erejű dolog. Az, hogy ehhez képest vannak olyanok, akik saját maguk szintén megpróbálnak egy önálló eljárást indítanak érdekében, hogy ezt megalapítsák, és azután sem nem járnak sikerrel, és ez iránti keresetüket, vagy felültetési kérelmüket elutasítja a bíróság, az egy dolgot jelent, valami nem volt rendben azzal a kérelemmel. Ennyi. De a reszjudikáta jellegét, azt a mindenkire kötelező jellegét ennek a felvizsgált ítéletnek, hogy igenis jogellenes volt a rendőri osztatás, ez nem változtatja meg. És még azt is pontosan, hogy nem azt mondta ki a bíróság Bajusz négy felperes esetében, hogy jogszerű volt az osztatás, elutasította a keresetet. Jogellenes ítélet, elutasították a keresetet. Pont. A fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezését részben megváltoztatja, és megállapítja, hogy az első és másodrendű alperesek azon intézkedésükkel, miszerint másodrendű felperes megakadályozták abban, hogy 2006. október 23-án a Kossuth téren az állami megemlékezés helyszínére menjen, valamint hogy a Nádor utca és a Széchenyi utca kereszteződésében körbezárt tömegből szabadon távozhasson, megsértették a másodrendű felperes személyes szabadsághoz fűződő személyiségi jogát. Kötelezi az első és másodrendű alpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek 200 000 forintot, és annak 2006. október 23. napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári fél évet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát. Egyebekben a per főtárgya tekintetében az elsőfokú bíróság ítéletét helyben adja. A felmerült költségeiket a peres felek maguk kötelesek viselni. A le nem rót 200 000 forint együttes kereset és fellebbezési illetéket a magyar állam viseli. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek. Végre győzött az igazság. 2006-tól harcoltunk ezért, hogy valami igazságszolgáltatás legyen, mivel hogy már elutasítottak bennünket kétszer is ezzel kapcsolatban, és ebben reménykedtem, hogy legalább lesz igazság a földön, hogy a szegénynek is valami kis igazságszolgáltatás jusson. Hát nagyon boldog vagyok. És nagyon szépen köszönöm a Gaudi Nagy Tamásnak, a jogvédőknek ezt az egészet, amit nagyon sokat tettek értünk az embereké, egyszerű embereké. Nagyon szépen köszönöm. Én is abszolút reálisnak és jó döntésnek tartom. Nagyon remélem, hogy a többi folyamatban levő Nádor utcai kártérítési ügyben ez üzenni fog a rendőrségnek, és nem kényszeríti a többieket arra, meg minket jogvédőket, hogy ezt végigharcoljuk, hanem most már valóban egy méltányos és jogállamnak megfelelő egyességet köthessünk, és végül is megkapják mindannyian azok a jóvátételt 2006 őszi jogsértettek, akik még nem kapták meg. Kossuth tériek, Nádor utcaiak, több száz főről van szó. Ugye Nádor utcai ügyben közel 20 ilyen esetről tudunk, ebből mi jó párat képviselünk, Papp Lajos szívsebész professzor ugye is éppen ilyen tárgyban folyamatban van, de nagyon bízom ebben, hogy mind a Kossuth téri ügy, ott közel 200 ember igénye vár peresítésre, sikerül végre egy peren kívül egyessége. Mint hogy a többi, közel 200 ember megkapta a jóvátételt, úgy gondolom, hogy ez a legkorrektebb dolog, ha az országgyűlési határozat szellemében minden 2006-os áldozat megkapta a jóvátételt, a bűnösök pedig a méltó büntetés mielőbb. 2006. október 23-án az első drámai esemény, amit megtudtunk, az az volt, hogy nem engedik a magyar embereket az 50. évfordulón a Kossuth térre, ahol az állami megemlékezéseket tartották. Ez a mai ügy erről szólt. Ugye Nádor utcánál állították meg a egyre brutálisabbá váló rendőrök azokat a magyarokat, akik a szerte az országból mentek volna a Kossuth térre emlékezni. Mária is közéjük tartozott. Ez volt ugye az a jelenet, amikor Papp Lajos próbált egyezkedni a rendőrökkel, szívsebész Papp Lajos barátunk, akkor Novák Előd ugye kisdobosként haladt oda-vissza a rendőri sorfal előtt, és itt történtek bizony az első brutalitások.
Tehát a délelőtti óráknak az eseményeiről volt szó, és most végre 8 év után kimondta a bíróság, hogy megsértette a rendőrség azoknak a személyihez fűződő jogait, emberi jogait, ha úgy tetszik, akik nem mozoghattak szabadon, nem mehettek oda az állami ünnepségre, illetőleg akiket körbevettek gyakorlatilag, és a Gyurcsány bajnai diktatúra éveiben szokásos módon, tehát 2002 és 10 között ez volt a szokásos módszer, hogy körbevették az embereket, és se előre, se hátra nem mehettek. Ugye sokan vannak nyilván nézők közül is, akik erre a módszerre emlékeznek. Nagyon-nagyon büszke vagyok. Büszke vagyok Máriára is, hogy ilyen hősiesen végigcsinálta az éveket, és most kapaszkodjanak meg a fideszes és liberális és szocialista újságírók és politikusok. Nagyon büszke vagyok Gaudi Nagy Tamás harcostársamra és barátomra. Úgy látom, hogy az a felállás, hogy az egyik oldalon vannak a hazudozó, tehetségtelen és buta politikusok, akik ugye a rendszerváltás óta fosztogatják az országot, és osztogatják a pénzt és a hatalmat egymásnak. Őket szolgálják a talpnyaló, szintén meglehetősen tehetségtelen és butácska újságírók, tisztelet a kivételnek. És a másik oldalon pedig vannak az emberek, akiket fosztogatnak vagyonukban, fosztogatják a nemzeti vagyont a politikusok, és fosztogatják az ő emberi méltóságukat és emberi jogaikat, és ezeket az embereket támogatják a nemzeti jogvédők, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, és annak élén Zétényi Zsolt barátunk mellett Gaudi Nagy Tamás, aki folyamatosan rendületlen szakmai elkötelezettséggel, szakmai tudással és emberi odaadással viszi ezeket az ügyeket 2006 óta, illetőleg már sokkal régebben, és aki egymagában sokkal többet tett a magyar emberek méltóságáért és emberi jogaiért, mint az összes politikus és összes újságíró együttvéve. Úgyhogy szeretettel és barátsággal köszönöm meg neki azt, hogy egy újabb győzelmet szerzett nekünk magyaroknak és a magyarok szabadságának. Köszönöm szépen. Én is ott voltam a Nádor utcában Máriával együtt. Remélem, nem kell Debrecenbe a másodfokú tárgyalásra elmenni. Remélem, hogy a rendőrség önként kifizeti. Tárgyaló termi vagy bírósági tudósításunk második részében pedig szeretném bemutatni barátunkat, Göbül Györgyöt, akire jól emlékeznek, szintén az október 23-ai napról sokan. Ő volt az, aki a vállára vetve a magyar nemzeti zászlóval, gazella szépségű mozgással futott el a rendőrök elől az Alkotmány utca sarkánál, és szégyenítette meg a futni sem tudó rendőröket. Mindig mondom, hogy azóta mondom a gyerekeimnek, hogy ezért kell rendesen tornaórára járni és edzeni, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor kerül valaki olyan helyzetben, hogy az egész ország nézi az ő szép futását és mozgását. Gyuri alaptalanul, megrágalmazva, megvádolva állt a bíróság előtt éveken keresztül, természetesen szintén Gaudi Nagy Tamás barátunk képviselte őt, és felmentő ítélettel végződött az ügye, és azóta is hivatás és küldetés szerűen foglalkozik a 2006 őszi jogsértésekkel kapcsolatos igazságtétellel, a bizonyítékok összegyűjtésével, a tényállások feltárásával, ott van szinte minden perben, részt vett az országgyűlési bizottságnak a munkájában is, megalakította a közhatalom jogsértettjei egyesületét, amelynek vezetője, és ő az élő példa arra, hogy nagyon rossz dolgokból is lehet valami jót tenni, hiszen ő megmutatta azt, hogy ha az embert megtapossák, ha a méltóságában próbálják megalázni, akkor is felemelheti a fejét, visszaveheti a saját méltóságát, sőt, harcolhat mások méltóságáért és emberi jogaiért is. Ő tulajdonképpen, ha lehet ezt mondani, egy új küldetést kapott az életében ezzel a 2006-tal. Ezt jól fogalmazom? Igen, életemnek egy meghatározó szakasza volt, így van. Bár megmondom őszintén, hogy most már letettem, mert egyszerűen ritka az ilyen eset, mint ez, és amikor végül is az igazság győzedelmeskedik, azért el kell mondani azt, hogy az esetek nagy többségében sajnos elbukjuk ezeket az ügyeket, mert egyszerűen nem vagyunk elég kitartóak, és annyit kell küszködni az igazságért, és az alsóbb szintű bíróságok rossz hiszeműen állnak egyszerűen a dolgokhoz,
és jogszolgáltatás van, és nem igazságszolgáltatás. Meg abban is valamit tudsz erősíteni, hogy sajátos módon az úgynevezett új rendszerváltás és a Nemzeti Együttműködés kormánya már második megválasztása ellenére is a rendőri szervek továbbra is a gyurcsányi elveket képviselik, és ugyanúgy kiállnak amellett, hogy például a rendőrség jogszerűen járt el 2006. október 23-án, illetőleg a 2006 őszi események során, és ugyanazzal a hévvel és lendülettel védik a rendőrség és a mundér becsületét, mint annak idején 2006-ban. Egy az egybe kijelenthetjük, és mind a rendőröknek nincs a fejükben semmi koncepcióváltás, de ugyanez igaz az ügyészség is. Hiába teszi le az ember a bizonyítékokat az ügyészség asztalára, egyszerűen eltusolják az ügyeket, és a napnál világosabb dolgok között se látják meg az összefüggéseket. Hát akkor ehelyről kérjük a újságírókat, akik azért egy alkotmányos rendszerben a hatalomnak nem talpnyalói kellene, hogy legyenek, hanem fékek, ellensúlyok, a hatalom ellenőrzői kellene, hogy legyenek. Hogyha már annyira izgatja őket különböző szolgálatoknak a működése, és mondjuk az a bizonyos kémügy, amivel most már egy hónapja foglalkoznak, meg az a bizonyos köpködés ügy, amivel szintén már ki tudja mióta foglalkoznak, bár most már kisebb hévvel, hiszen a választások eldőltek. Nos, akkor egy új feladatot adnánk nekik, szíveskedjenek utána nézni, hogy az Orbán kormány rendőrsége és az ő jogi képviselőik milyen alapon állnak ki a gyurcsánybajnai rendszer gyalázatos rendőr terrorjának az igazolása mellett, miért folytatódik ezeknek a cselekményeknek a bagatellizálása, jogszerűnek beállítása. Várjuk az ezzel kapcsolatos feltáró interjúkat és egyéb anyagokat az újságokban és a televíziókban, a rádiókban. Gyurinak pedig egy baráti öleléssel szeretném megköszönni azt, hogy van, és hogy ilyen sokat tett a 2006-osok, illetőleg általában a magyarok szabadságáért. Isten vezessen!